Újabb helyzet közben a Paksiak előtt gól. Ahhoz képest, hogy arról volt szó, hogy ez előrefelé nem végzik el, mindenki elmélázott a diósgyőrieknél, és a cselekint beálló Kulcsár gólt szerez. Ez a slusszpoén a mérkőzésen. Az utolsó percben a Paks újabb gólt szerez, és így nem 3-2-re, hanem 4-2-re győz. Egészen csendben, sunyiban elvégzett szabadulás, akár így is fogalmazhatnék, és bealudt a diósgyőr, de tulajdonképpen ők már meg is álltak itt a meccs végén. Nézzük meg gyorsan, Bertus íveli föl, mellel teszi tovább Daru, és ezzel gólpaszt ad, Kulcsár megtolja, és egészen könnyedén helyez a kapuba. Daru Bence gólja után gólpassz.